Na tehát itt is vagyunk egy devloggal, ami már olyan régen volt, hogy már nem is emlékszem a beköszönésemre, viszont annyi mindent csináltam most a játékkal, hogy ezt meg kell mutatnom. A fejlesztések úgy kifejezetten a grafikai ágon lesznek észrevehetőek, mert ott változtattam eléggé sok mindenem, valamint változtattam a mechanikán is. Bent van a szörny. Az AI-ja egyelőre még csak annyi, hogy megkeresi a legközelebbi pontot hozzád és elkap, viszont dolgozom azon, hogy ugye kinkezdődjön a szörny, és ugye be tudjon majd jönni az ablakon, tehát az most a fő cél. Csináltam a ház köré egy kis hegyesebb, dombosabb területet, hogy ne az anya, hogy kinézel a házon és semmi, hanem most az egész ház egy erdő fele van, valamint megcsináltam a pályának a közepén, emlékeztek, volt az a doboz, ami semmi nem volt, most már az is valami. Tehát abból most csináltam egy külön helyet, ahol van három szoba, pontosabban négy, de az egyik az egy előszoba. Valamint beterveztem, itt lehet majd látni valahol, ahova odafér majd a képernyőre. A tervrajza annak, hogy mi milyen szoba lesz, mi hol lesz, stb. Ez nem végleges, fog változni, sőt már változott is, viszont kitöröltem a Photoshop projektfáját, mert olyan okos vagyok, úgyhogy nem tudom ezt már szerkeszteni. Tehát ami a lényeg, ezekre fogtok majd itt látni klippeket. Amit behoztam, az a futás, az enemy. Van egy gomb, ami kikapcsolja az enemit, amit valószínűleg ki fogok majd venni, ez csak azért van nekem ott, hogy jobban tudjak tesztelni. És hát ugye az egész ház, valamint dolgoztam a fényekkel, és kifixeltem azt is, például, hogyha közel mentél valamihez, akkor ugye nekiáll villogni, és nem tudtál már normálisan interaktolni. Ezeket is megcsináltam a szekrényben elbújás, azt nem tudom, hogy volt-e róla szó az előző részben, talán volt, olyan régen volt, majd nem emlékszem, viszont most csináltam még ajtókat is, tehát most már van ajtózás is, és akkor most megmutatom, hogy mi merre fele halad, valamint hát ja, most nem nagyon tudok mit rajzolgatni, úgyhogy menjünk is át egyből a gépre, mert most igazából sok dolgot tudok megmutatni, úgyhogy akkor menjünk át gépre. Na tehát itt is vagyok gépen, úgy hivatalosan is egy kis sámlikámról, mert ugye Alexnek volt ez a fantasztikus ötlete, hogy a videóban nem ülhetek a normális székemen, úgyhogy köszönöm. Kommentbe írjátok le, hogyha szeretnétek még ilyen hang vagy ott látni igazából. Most két hetente van ugye devlog, úgyhogy ameddig várjuk, hogy betöltsön a Unity, addig igazából megmutatom az új modelleket, valamint ezeket a blenderes cuccokat. Tehát amit csináltam, az nem más, mint ezt szerintem mutattam nektek utólag. Ez egy szekrény, ebbe lehet elbújni, de ezt szerintem mutattam, viszont nem emlékszem rá, úgyhogy ha nem mutattam volna, akkor itt van. Csináltam egy ajtót. Na, tehát itt is van az ajtó, erre igazából annyit kell tudni, hogy erre a középső részére, erre hozzá van ugye csatolva a két kilincs, és akkor lehet forgatni ezt a részét, anélkül, hogy forogna minden más. Ennyit kell róla tudni, hogy ez miért van, azért, mert ez az ajtó, ez kinyitható. Tehát most már vannak nyitható ajtók a játékban. Ezen kívül dolgoztam még a szörnyön, szerintem csak animációkat csináltam rajta. Igen, itt van a fatel, látjátok, megvan. Van neki egy default pozíció, ami ugye az A-hoz, ezzel nem is kell foglalkozni, ez csak azért van itt, hogyha szeretnék új animációkat csinálni, akkor ez az alap, ahonnan el kell indulni. Ez neki az az animáció, amikor egy helyben van. Csak így off-call, tudjátok, csak lélegzik igazából. Az animációkat, amiket most fogtok látni, azok lassabbak vagy gyorsabbak, mivel Blenderen belül tudtam ma, nem lehet állítani a gyorsaságukat, mivel azzal az egész animációnak az FPS-ét állítod. Ezért úgy szoktam, hogy beimportálom Blenderbe, és ott azon belül tudom állítani az animációkat. Tehát a jumpscare animáció az lesz neki, hogy nekifutásba gyakorlatilag rádugrik, és így elkap. Itt állsz nagyjából te, és így nekifutásba elkap, és így belejön az arcodba. Olyasmi, mint a Foxynak a FNAF 2-ből talán, azt hiszem annak volt ilyen. Van neki ugye a sima séta animációja, ahol csak így afkol ugye, így jön felé, aztán behajtja a tévészámlát, vagy nem tudom. Ezen kívül csináltam még ugye önmagát, a házat. Az most jelenleg így néz ki szobákra osztva, ugye láttátok valahova, megint bevágom majd azt a képet, hogy melyik szoba hol lesz, hogyha jól tudom, így van lerajzolva, és akkor így lehet látni, hogyha jól tudom, így szerepel a rajzon is, tehát itt van most egyelőre a felépítése, itt most külön szoba, itt is mindenhol, és akkor ez itt lesz majd egy secret szoba, ahova nem fogom majd megmondani a kódot, de lesz majd egy kódpanel, amivel majd ott ki kell nyitni azt az ajtót. És akkor amit csináltam még, az a fa. Csináltam egy fát. Ez egy fa. Ez egy fenyőfa. Tehát külön vannak neki a levelei a törzsétől. Unity-t be szeretném mostanába tölteni, vagy... Jó, úgy látom, nem. Na tehát itt is vagyunk Unity-ban, és leupdateltem megint egy új verzióra a Unity-t, mert kijött neki még egy új verziója, úgyhogy emlékeztek, folyton voltak azok az errorok, amik csak úgy random megjelentek, és nem tudtam, hogy mit kell vele csinálni. Őszintén megmondom, hogy azok az errorok, azok szó szerint semmik voltak, az csak szimplán az engine-nek a fassága volt, amit sikerült kiavítanom, ahogy látjátok, mert leupdateltem, és most nem jelennek meg.
Úgyhogy ja, itt van a tér, bekapcsolom a fákat, ki vannak kapcsolva FPS indokok miatt, mert az editor néha neki áll laggolni, hogyha sok ideje dolgozol benne, mert ugye feltölti a memóriáját a gépednek. Úgyhogy ja, ez itt a térség, ezt fogod igazából nagyjából csak látni, bekapcsolok egy nagy fényt, hogy lehessen látni mindent, és akkor átállítom fényesre, tehát úgy innentől gyakorlatilag ködös, tehát innentől nem látja a játékos, ekkora így nagyjából a helyszín, ennyit lát nagyjából a játékos, a többi az ködön kívül van, ugye. Egyelőre nem tervezem, hogy ki lehessen menni a házból, mert minek igazából, minden a házon belül lesz, és akkor majd kéne valami felvezetés is erre a részre, és akkor majd ugye a leesés és majd az összekötés. Ez itt jelenleg a fürdőszoba, aminek nincsen textúrája, azért mert ezt külön fogom textúrázni, mert a fürdőszoba az ugye csempékből van nálunk, legalábbis nálunk csempe van a fürdőszobában, nem ilyen plaster, nem tudom mi ez. Mindegy, tehát most egyelőre ugye ott vagyunk, hogy itt afkol ő itt a sarokban, őnek is megcsináltam a fényét, úgyhogy újra visszahoztam azt, hogy fénylenek ugye a részei, lehet látni, hogy fénylik minden. Valamint beraktam ugye az ajtókat a helyeikre, elhelyeztem a minta szerint, amit ugye láthatok már többször is ebben a videóban, elhelyeztem azt szerint a dolgokat, a berendezés, meg mindent, amit szerettem volna. Itt van a titkos szoba, ami egyelőre üres, de nem lesz majd az, mert ide is fogok majd rakni valami kis easter egget vagy valamit. És akkor hát igen, itt van igazából az egész, ugye a szörny az most már tud mozogni, a játékos tud futni, minden prímán működik, tehát most megmutatom, hogy akkor eddig hogyan állunk. Legelőször úgy mutatom meg, hogy be van kapcsolva a nagy fény, ugye? Tehát a nagy fény az ugye igazából annyi, hogy az egész map világít tőle, hogy jobban lássam a dolgokat. Te megtennéd, hogy nem jössz felém egyébként? Köszönöm szépen. Tehát, ugye itt van minden szokásosan, most már ugye lehet normálisan futni, ezen nem lehet már kimenni, hogy jól tudom, ezen tudtunk átsétálni az előző videóban. De nem is az a fontos, hanem az, hogy ugye hát ezek még mindig működnek, viszont most már vannak fantasztikus ajtóink, amik működnek, úgyhogy azt is meg szeretném nektek mutatni. Tehát ja, tehát itt vagyunk egy helyen, ahol nem csak ajtók vannak, hanem gardróbok, és ugye az ajtók látjátok, hogy nyílanak ugye arrafele, amelyik irányba ugye nézed őket, és akkor világítva marad nekik a kilincsük, mert azt nem tudtam megcsinálni. Nem, egyébként egy idő után újra elsötétül a kilincs, mert bele van építve, hogyha világítva marad véletlenül, akkor elsötétüljön magától. Ezzel kell majd valamit kezdenem, az összenőtt megválva fogalmam sincsen, hogy mi a problémája. Valószínűleg az, hogy kimegy ugye a játékosnak a range-éből, és ezért marad világítva, de ez igazából egy simpla fixnek hangzik, ami helyest egyből rácuppanok, viszont most egyelőre ugye a szörnynek az AI-en dolgoztam utoljára, ami igazából mondom, csak annyi, hogy követ téged. Tehát ugye ugyanúgy el lehet bújni szekrénybe, és most már ez is normálisan működik, nem úgy, mint ahogyan mutattam. Tehát most már minden normálisan működik, és világítva marad az a kilincs, és jó, azért tényleg kell valamit csinálnom ezzel a világítással. Megmutatom az egészet sötétben is, tehát hogyha lekapcsoljuk ezt a fényt, akkor ugye a szörnynek van egy ilyen hatalmas nagy lila fénye, ez lesz majd ugye az, ami majd így fog így elmenni az ablakok előtt. Valószínűleg rakok egy fénybeállítást már a játékban, mert tudjátok, hogy mondtam, amikor horror játékokkal játszom, hogy én nekem iszonyat sötét a monitorom. És ebben a játékban mindenképpen azt szeretném, hogy sötét legyen, de azért valamennyit ki lehessen szedni a környezetbe, úgyhogy valószínűleg rakok majd bele egy fényerő csúszkát, hogy azért tudjátok, azért mindenki be tudja állítani a saját fényereit, amit ő jónak gondol. És akkor ott jön a kis fater, akinél lassabb vagy sétálva, de gyorsabb vagy futva. Tehát most, hogyha itt megállok, akkor ő ugye gyorsít felém, közelít, viszont hogyha nekiállok futni, akkor gyorsabb leszek, mint ő. És el lehet előle bújni szobákba, ami helyest az alatt azt értek, hogy nem fér be az ajtókon. Ja, végül is így is ki lehet őt dzsúkolni, viszont ennek így nem sok értelme van. Igazából azt szeretném majd, hogy az ajtókon így külön egy animáció lesz, szóval átmászik az ajtón, mert ugye hát nem nagyon fér be az ajtón. Egyáltalán nem hangzik sok munkának, úgyhogy ezt simán meg lehet csinálni igazából. Ezen kívül ilyenkor így... Ja. Úgy nagyjából ez. Menj el, léci. Köszi. Na és akkor most bemutatom a jumpscare-t, aminek nincsen hangja, és nem történik még semmi, amikor megtörténik, csak lejátszódik a jumpscare. Tehát, itt vagyunk a folyosón, ott jön az enemy. Elkap minket, akkor nekünk fog ugrani. Mondom, nekünk ugrik, és akkor liheg az arcunkba, mert nem csináltam még semmit vele. Viszont akkor a következő cél az az lenne, ugye, hogy az ablakokon kívül tudjon majd menni a szörny, és ugye onnan tudjon majd bemászni, viszont akkor áttérünk arra, hogy két hetente lesz devlog, mert láthatjátok, hogy két hetet dolgoztam, és iszonyat sok mindent csináltam most jelenleg, viszont még így sem nagyon tudok róluk beszélni, tehát elmondhatnám, hogy hogyan működnek a scriptek, unalmas lenne. Legalábbis nem hiszem, hogy sok embert érdekelne egy horrorjáték gameplay csatornán az, hogy hogyan kell programozni, vagy viszont van néhány ember, akit szerintem érdekelne, de maradjunk annyiban, hogy
Ezt letartom erről a csatornáról, hogy ne legyenek unalmasak a videók. Viszont szeretnék majd egy olyan videót csinálni, ami erről a kommentről fog szólni. Mert igen, láttam ezt a kommentet és belemegyek, de viszont ez a komment, ez külön videót érdemel majd valamikor, úgyhogy még valószínűleg májusban, talán. Valamint tervezek majd egy olyan videót is, ahol 100 darab random hülyeséget mondok el magamról. 100 random tény. Ilyen totál haszontalan baromságok. Mint például az, hogy nem tudom, hogy miért, de úgy alszom, hogy betakarom a fülemet. Na mindegy, tehát ez itt most minden, ami készült. Ki lehet menni megnézni a kinti részt, de hogyha jól tudom, nincsen rajta hitbox. Tehát hogyha minden igaz, akkor átesel a padlón, hogyha kimész és megnézed a kinti részt. Viszont ezt megerősítem nektek, úgyhogy nézzük csak. Igen, nincsen rajta hitbox, de rakok rá egyet, hogy megmutassam kintről is a helyet, hogy hogyan néz ki. Tehát most raktam rá hitboxot, menjünk akkor. Híres utolsó szavaknak hangzanak ezek a raktam rá hitboxot, menjünk akkor. Ja, szépen raktam rá hitboxot, basszus. Hát, ennyi volt. Kijutottam a játék, elszabadultam végül is a szörny elől. Nem úgy, ahogy kellett volna, mert most esek a semmiségbe, de technikailag elszabadultam a szörny elől. Tehát akkor most, hogy megtudtuk, hogy egy teljes mértékben inkompetens játékfejlesztő vagyok, nézzük meg, hogy melyik objekt ténylegesen ez a kinti rész, természetesen a terrain, nem tudom, hogy miért önmagára a ház layoutra raktam a hitboxot, ennek alapjáraton semmi értelme, de tök mindegy. Most, hogyha kimenjünk, akkor most tudunk sétálni ezen a földön, és akkor körbe tudom mutatni az egész helyet. Lehet, hogy rakok majd idekintre is easter egg-eket, de nem nagyon tervezem, hogy ki lehessen menni a házból, mert akkor egyre többet kellene ugye dolgozni, és nem szeretném azt csinálni, hogy túl sok mindent ígérek, és akkor nem tudom soha befejezni. És akkor félbefejezett lesz a játék, vagy nem fog úgy teljesíteni, ahogy szeretnétek, nem lesz olyan jó esetleg, és akkor kinek lesz az jó, de most komolyan. Senkinek nem jó az, hogyha olyan dolgokat ígérek, amiket úgysem tudok betartani. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egyelőre nincsen ez tervben, de ahogy látom ezt a hatalmas nagy teret, talán fogok vele csinálni valamit, de viszont ez most nem a fő dolog, amire fókuszálni szeretnék, hanem az, hogy legyen végre egy játszható verzió, legyen végre valami, amit lehet csinálni, ahelyett basszus, hogy eljössz a mapnak a szélére, majd leugrasz. Ez az összélmény jelenleg, ami van. Tehát ja, amik úgy iszonyatosan hiányoznak még szerintem, az hang, mert igazából a hang tenne jóvá egy horror játékot legalábbis szerintem, valamint berendezés, tehát a berendezés az úgy kéne. Tehát hang, berendezés, és akkor igazából az, hogy ugye a fények le tudjanak menni, egy kis minimap, meg ilyesmi. Tehát ilyen alap dolgok, amik így mindannyian egybefűződnek, ezért is kellene ugye felkelnem néha az ágyból is dolgoznom. Viszont most kifejezetten sokat dolgoztam, és volt egy-két vizsgám úgy az életemben, úgyhogy megcsináltam a vizsgákat, végeztem velük. Nem mindegyikkel még, de nagy részükkel végeztem, úgyhogy most egyből rá is állok videó után is valószínűleg dolgozni, és akkor jövő hétre szerintem talán valószínűleg javítani fogok a szörnynek az AI-ján, több módot is belehozok, mert most egyelőre csak a chase mód van benne, ami ugye szó szerint annyi, hogy ahogy leszpannol, egyből észrevesz. Szeretném, hogy három módja legyen neki, az amikor ugye a házon kívül van, a házon belül egy olyan mód, amikor nem tudja, hogy hol vagy, és csak megy körbe-körbe. Köszönöm szépen, hogy leupdatelted a Visual Studio kódot, Microsoft, és a harmadik módja az pedig ugye az lenne, hogy amikor kerget téged. Miért változtatták meg a színjét a szögletes, a kapcsos zárójeleknek? Mert az összes zárójelnek. Mi ez az update? Megváltoztatták a színeiket a zárójeleknek. Miért? Hozzá voltam már szokva, hogy a zárójelek direkt fehérek. Miért változtatták meg ezt? Ezt miért most hozták be? Ez a program, ez valami... Mikor jelz? Ez a program, ez 2015-ös. Most döntött úgy a Microsoft, hogy mi lenne, hogyha átszíneznénk amúgy a zárójeleket? Na mindegy, az őszintén megvalva nem csesz fel, fura lesz egy picit hozzászokni, hogy például ez a sok sárga egymás mellett. Mert én általában színkódoltan szoktam programozni, tehát nézem a színkódokat, és akkor jó, az ott olyan, akkor oda olyan kell, meg valami ilyesmi. Jó, nekem igazából annyira mindegy. Itt van ugye a funkció, amikor közben rájöttem, hogy rossz scriptre nyomtam rá egyébként, ez az a script, ami végzi a jelenlegi szörnynek a mozgását. Itt van ugye, hogy mi történik, amikor jumpscare-t kapsz, ez minden szimpla igazából. Nagyon-nagyon bonyolult, úgyhogy nem fogom elmagyarázni, de viszont hogyha érdekel egy videó arról, akkor meg lehet, hogy csinálok egy olyan videót, hogy mi mindenre oda kell figyelni ilyenkor. Itt van ugye most az IA státusza, és egyetlen egy darab státusz van, amikor kerget téged. Ami szó szerint annyi, hogy beállítja a pozícióját, ahova ugye kell mennie, a játékos pozíciójára. Tehát kerget téged.
Úgyhogy ja, több AI-t, valószínűleg okosabb AI-t, valamint lehet, hogy hangokat, nem vagyok benne még biztos, egyelőre mindenképpen a gameplayre kellene fókuszálnom, mert hogyha van valami játszható, akkor azt utána ki lehet tölteni ugye dolgokkal. Úgyhogy, amit mondtam, tehát abból majd valamikor lesz még egy külön videó abból a kommentből, valamint lesz majd egy 100 random baromságok rólam, és akkor, ja, ezen kívül folytatjuk a napi videókat, minden nap 9-kor jön ki egy videó, szerintem ennyit akartam mondani, köszi, csősztök, hali! Bra. Most pedig megyek és kidobom ezt a szart a 10-ra.